Sziasztok sportársak, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ma, ahogy ezt a címből már leszűrhettétek, az újévi fogadalmakról fogunk beszélni. Szeretném megosztani veletek pár gondolatomat ezzel a kapcsolatban. És igen, tudom, hogy még van pár hét az újévi fogadalmakig, viszont a videó végére meg fogjátok érteni, hogy miért ment ki ez a videó most. Minden év végén méltóság teljesen szeretnénk búcsúztatni az újévet, talán reflektálunk az életünkre, vagy az évre, ami elmúlt, és igyekszünk javítani a jövő évre nézve igyekszünk fogadalmakat tenni, hogy milyen módon fogunk majd pozitív változást elérni az életünkben. Ezt az ígéretet tesszük magunknak, családunknak, barátainknak, tomszeleknek. Most mi van? Azzal a bajusz genetikával nem is oda, hogy példakép. Ami Robin Batmannek, az a bajusz tomszeleknek. Mennyire kézenfekvő, hogy egy ünnepség által december 31-én átsúszunk egy új évbe, és azt gondoljuk, hogy a január 1-e valami oknál fogva teljesen más mint minden más nap az évben. Azt hiszük, hogy valamilyen varázslatos erővel ruház fel minket, és ami által képesek leszünk több sikerre szert tenni az aktuális évben, egyszerűen jobb, minőségibb életet élni, és ezért muszáj minden egyes célunkat és tervünket erre az időpontra időzíteni. A probléma csak ott kezdődik, hogy ünnepeltünk egész éjszaka, valaki szétkalapálta magát teljesen, és nem képes mozogni sem, valaki csak átmulatta az éjszakát, de így vagy úgy január 1 -e az félig meddig ágyban vagy passzívan telik el. Így ezekkel az újévi fogadalmakkal az a probléma, hogy amit megfogadtunk, hogy majd az új év kezdetekor el fogunk érni, és bele fogunk vágni új dolgokba, azt már is halasztással és halogatással kezdjük. Ugye ismerjük azt a viccet, amikor valaki szeretne leadni pár kilót, és elhatározza, hogy hétfőtől szigorú diétába kezd. És akkor valaki oldalról beszól, és emlékezteti, hogy de hát ma hétfő van. Hm, jövő hét hétfőtől. Valahogy így zajlik az újévi fogadalmak megtétele, és beváltása is véleményem szerint az esetek többségében. Ezzel most nem elkeseríteni és kigunyolni és eltiporni szeretném mások céljait és reményeit, hanem egyszerűen megosztani veletek a gondolataimat az újévi fogadalmak koncepcióval és ennek a hibáival. Én már nagyon régóta nem teszek újévi fogadalmakat, egyrészt ezért sem, mert nem gondolom úgy, hogy a január 1 -e valami varázslatos erővel rendelkezne. Nagyon régóta nem fogadalmakban gondolkozom, hanem célokban. Tehát nekem nincsenek fogadalmaim, nekem céljaim vannak. Én úgy gondolom, hogy ha kitűzünk egy célt, ami valamilyen szinten lelkesedéssel tölt el minket, egyébként, hogyha nem tölt el minket lelkesedéssel, akkor inkább hagyjuk a francba, mert úgy sem fogunk neki eleget tenni. Tehát olyan célokat kell választanunk, amik lelkesedéssel töltenek el minket, és ezáltal már rögtön a kigondolás után van egy lendületünk, van egy üzemanyagunk, amit használni tudunk. Tehát, hogyha teszem azt, júliusban jön egy fantasztikus ötlet, ami szeretnénk kipróbálni, vagy aminek szeretnénk eleget tenni, vagy van egy célunk, amit szeretnénk elérni, akkor miért kéne várnunk január 1 -ig? Miért ne vághatnánk bele már aznap, vagy hogyha nem is aznap, de másnap, és aznap már megtenni bizonyos lépéseket, vagy előkészületeket. Például, hogyha elhatározzuk, hogy jobb formába kerülünk, leadunk pár kilót. Lehetséges, hogy aznap már késő van, már nem tudunk elmenni az edzőterembe, Viszont le tudjuk porolni az edzőtáskánkat, elő tudjuk készíteni másnapra az edzőtuccot, és másnap neki tudunk lendülni az életünk változtatásának, vagy annak, hogy jobb formába kerüljünk. De ez nem csak a sporttal, nem csak a fogyással van így, hanem hogyha szeretnénk szakmailag előrelépni, vagy egy adott témakörön belül szeretnénk elmélyíteni a tudásunkat, akkor nézzük meg, hogy kik a szakma elitjei, nézzük meg, hogy milyen könyveket publikáltak, olvassunk, nézzük meg, hogy milyen videóanyagok elérhetőek a témakörrel kapcsolatban. Egy csomó anyag elérhető ingyen, csupán csak időt és energiát kell belefektetnünk. Én úgy gondolom, hogy a saját célok a legfontosabbak, ezeket mi tűzzük ki, hajt minket a belső drive, belülről jönnek, és nem olyan célokról beszélünk, vagy nem olyan célokat kell meghatározni, amikről azt hiszük majd, hogy bizonyos emberek szemében máshogy tűnünk fel, más színben tűnünk fel, vagy olyan célok, amiket mások határoznak meg számunkra. Egyrészt ott ki fog fulladni a motiváció, a belső drive, és lesznek nehéz pillanatok, és csak úgy tudunk átlendülni ezeken a nehéz pillanatokon, hogyha ott van a szemünk előtt a cél. Vannak közvetett és közvetlen célok is, gondolok itt visszakanyarodva a sportra. Lehetséges, hogy valaki nem feltétlenül szeretne sportolni, és nem feltétlenül szeretne egészségesen élni, de lehet, hogy van egy célja, ami olyan szinten lelkesedéssel tölti el, de sajnos, vagy nem sajnos, 10-20-30 év távlatából lehet elérni, és ehhez viszont az szükséges, hogy vigyázzon magára az illető, és egészségesen étkezzen. De ebben az esetben is ugye fel tudja használni azt a lelkesedést, ami a fő célja arra, hogy egészségesen táplálkozzon, sportoljon és vigyázzon magára. Ugye ismerik a mondást, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Éppen ezért vezetek már évek óta egy ilyen füzetet, jegyzetfüzetet, ezt mindenki máshogy hívja, hogyha rendelkezik ilyennel, sikernaplónak, célfüzetnek, valeszkis, ízés-bizés fekete jegyzetének, Aval ezt azt mindenki helyettesítse be a saját nevével, mindegy, hogy minek nevezzük, a lényeg, hogy mit tartalmaz. Ide mindig felírom a céljaimat. Hogyha éppen március 22-én jut eszembe valami, egy cél, egy olyan dolog, ami lelkesedéssel tölt el, és amit szeretnék elérni a jövőre nézve, akkor azonnal felírom, és igyekszem egy reális dátumot kiszabni. Tehát nagyon fontos, hogy mindegyik célomnak van határideje, mert hogyha nincsen határideje, akkor én úgy vélem, hogy az emberi ösztön, illetve az emberi természet az mindig a kisebb ellenállás felé gravitál, és hajlamos az ember kitolni és halasztani, halogatni. Úgyhogy ezért van minden célomnak Körülbelüli dátuma. És amikor eljön az új év, akkor nem újévi fogadalmakat teszek, hanem inkább csak reflektálok az éppen az évi céljaimra. Ugyanis nekem már, amikor eljön az új év, már van következő 5-6-7 évre, hogyha nem 10 évre tervem, úgyhogy újévi fogadalmakra nálam nincsen szükség. Nekem ez azért segít, mert egyrészt le vannak írva konkrétan az irányvonalaim, hogy mit szeretnék elérni. Tehát segít kiszűrni a zajt. Tehát tudom azt, hogy hoppá, ez és ez fontos számomra, és ezek, és ezek a zajforrások, vagy ezek a haszontalan dolgok nem. Tehát segít a fókuszt megtartani, és konkrétan dátumok vannak bejegyezve. Tehát tudom azt, hogyha évközben fellapozom, akkor hoppá látom, hogy bele kéne húzni, mert ezt és ezt a célt, vagy ezt és ezt a mérföldkövet tűztem ki. Úgyhogy egyszerűen segít nekem pályán maradni és az úton maradni. Másfelől azért is jó, mert ez egy, egyrészt egy időutazás. Tehát, hogyha visszalapozok akár éveket, akkor látom a régi önmagamat, hogy hogy gondolkodott, mit tartott fontosnak akkor, és hogy milyen utat jártam be. Nem csak mondjuk az életben elért célok által, hanem személyiségfejlődés által is. Úgyhogy én ezért is tartom egy érdekes és hasznos dolognak ezt a sikernaplót vagy ezt a célfüzetet. Hogyha esetleg nincsen ilyenetek, akkor én javaslom, hogy vezessetek egy ilyet. Legyenek saját céljaink, amiket beírunk ebbe a füzetbe. Legyenek dátumok konkrétan, mérhető célok. Tehát, hogyha valakinek egy olyan célja van, hogy mondjuk jobb barát szeretne lenni, elég nehezen mérhető. Viszont ezt le lehet bontani olyan dolgokra, mint hogy oké, heti szinten ennyi és ennyi időt szeretnék a barátaimmal tölteni. Mondjuk elmenni moziba, akár egy telefonbeszélgetés, vagy hasonlók. Tehát ezeket is le lehet, az úgymond nem mérhető dolgokat is le lehet bontani olyan dolgokra, ami által mérhetőek lesznek. Tehát fontos, hogyha el szeretnénk érni célokat, akkor legyenek dátumok, határidők, és legyenek mérhetőek. Legyenek 5, 10 vagy 20 éves terveink, óriás tervek, amiket lebontunk, és igen, változni fog a személyiségünk, változni fog a gondolkodásunk. Lehetséges, hogy ezt a célt tűztük ki, de majd az út folyamán egy kicsikét kanyarodunk, változtatunk. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy folyamatosan lendületben maradjunk, és nem feltétlenül a célok fontosak, hanem hogy hozzászokunk ehhez az egész folyamathoz, hogy szokásokat alakítunk ki, és hogy kivé válunk ahhoz, hogy elérhessük ezt a célt. Sportársaim, évvégig még van idő. Szerezzetek be egy ilyen füzetet, vagy ráncsatok ki a fiókból, poroljatok le egy szamárfüles, ütött-kopott füzetet, tök mindegy, a forma lényegtelen, a funkció a fontos. Tűzetek ki még most, évvég előtt, még van pár hetünk, tűzetek ki, egy olyan célt, akár rövid távú, akár hosszú távú, hogyha hosszú távú, akkor bontsátok le kisebb lépésekre. Egy olyan célt választatok, ami lelkesedéssel tölt el titeket, amit ti gondoltatok ki, saját magatok, és ami nektek személy szerint fontos. És már most hozzátok lendületbe a gépezetet, dolgozzatok érte, és ne érezzétek rosszul magatokat, hogyha január 1-én vagy az év elején úgy vagytok vele, hogy hoppá, egy kis pihenőt vesztek ki, mert mondjuk tényleg szétkalapáltátok magatokat, vagy, vagy átmulattátok az estét, ezzel nem lesz gond, mert a gépezetet már lendületbe hoztátok, már elkezdtetek dolgozni a céljaitokon. Én úgy gondolom, hogy nem érdemes a céljaink a január 1-i varázslatos mainstream dátumig várni, hiszen saját céljaink vannak, saját tempóban dolgozunk, és saját időlimitünk van. Miért kéne egy mások által meghatározott dátumra kitűznünk a céljainkat, vagy a fogadalomtevésünket? Sportársaim! Köszönöm, hogy velem voltatok ezen pár perc erejéig, találkozunk a következő videóban, addig is produktív hetet kívánok nektek. Sziasztok!